Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A következő percekben a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivállal kapcsolatban fogom kérdezni kedves vendégünket, amelyet tizedik alkalommal rendeznek meg, és nagyon érdekes filmeket lehet egyébként ez alkalommal megnézni. Szent Iványi István a vendégünk külpolitikai szakértő, aki az egyik filmnek a civil nagykövete is, erről külön szeretném majd kérdezni pontosan, mit is jelent. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is! De a civil nagykövet az azt jelenti, hogy valaki vállalja azt, hogy ezt a filmet népszerűsíti. Népszerűsíti a saját oldalain, ha van ilyen, ugye nekem is van Facebook oldalam, illetve különböző alkalmak. akkor például most önöknél elmondom, hogy miről szól a film, és úgymond képviselem a filmet itthon, tehát szeretném egy kicsit népszerűsíteni. Lesz majd a bemutatója február másodikán lesz egyébként ennek a filmnek, amiről beszélni fogok, de lesz több vidéki vetítés is, a várhatóan most úgy néz ki, hogy megjön a budapesti bemutatóra a film alkotója is, a film rendezője, Karin Amer is, tehát a feladatom többen ennyit, tehát amit most is csinálni fogok, ezt teszem máshol is, tehát más fórumokon, interjúkban, riportokban, beszélgetéseket folytatok a filmről, ezzel szeretném a filmnek az ismertségét és a nézettségét növelni. Na, akkor beszéljünk is magáról a filmről. A rendezője sem akár kiúttam, hogy Oscar is jelölték, vagy Oscar díjas, ebben majd kérem a segítségét, hogy pontosan hogy is van ez, és hogy miről szól maga a film. Úgy láttam, hogy az egész filmfesztivál olyan társadalmi ügyeket is felkarol, ugye olyan dokumentumfilmek születtek, amelyek, amelyek hát a, hogy mondjam, az átlag embernek az életét mutatják is be részben, másrészt meg az érdeklődését is kiváltják, hiszen akár velünk is történhetnének ilyen dolgok. Igen, pontosan így van, tehát összesen 80 filmet mutatnak be ezen a dokumentumfesztiválon, nem mindegyik versenyfilm természetesen, de, de ez egy nagyon széles választék, nemzetközi, mindenhonnan, és vannak nagy csomópontok. Az egyik ilyen csomópont az természetesen most az Ukra Ukrajna, illetve az ukrá háború, ez a Harcban című film, amiről most beszélni fogunk, ez is erről szól, de vannak olyan csomópontok is, mint az emberi élet nagy és az emberi élet nagy harcai, magánemberek küzdelme, a világ különböző tájain történt, történő nagy átalakulások, tehát egy nagyon színvonalas válogatást ad a ez a filmfesztivál. Most az a film, amitől beszélt, hogy a kérdezett a rendezőről, a rendező Oscar díjra jelölt rendező volt az végül is nem kapta meg, de az Emmy díjat igen. A magyar nézők onnan ismerhetik, hogy egy nagy sikerű Magyarországon is többször vetített Navalnyiról szóló dokumentumfilm is az ő nevéhez fűződik. Ezen túl rendezett egy csomó filmet, amit lehet látni a Netflixen, az HBO-n, tehát, játékfilmekkel is foglalkozott, de azért az igazi erősség ennek a rendezőnek, akit úgy hívnak, hogy Karim Amer, Amerikában élő amerikainak nevezzük, de hát nyilvánvalóan a származását tekintve máshonnan származik az a, az a dokumentumfilmek és nagyon érdekli őt a, a poszfaviet világ. Nem véletlen, hogy Navalnyiról készített egy, egy nagyon hatásos, nagyon jó filmet. Ez az, amit Oscar Díjra jelöltek, bár a végén ezt nem kapta meg, de, a, de ugye Oscar Díjra már maga a jelölés, hogy a, a legjobb négy vagy öt közé bekerülni, az már egy kitüntetésen. Az Emmy, Emmy Díjat meg is, meg is kapta. Na most ez a filmje, ez, ennek az a címe az, hogy Harcban, hát ezt lehet így is fordítani, az eredeti címe az, hogy defiant, ez inkább bacolva, szemben Tehát ugye ez Ukrajna a szembenállása. Egy egyedülálló lehetőséghez jutott a rendező, és a kis tábja, ugyanis a főszereplőknek választott, vagy leginkább főszereplőként szereplő Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter lehetővé tette számukra, szinte folyamatosan és állandóan kövessék őt méghozzá a háború kezdetétől fogva egészen a, az elmúlt néhány hónapig, valamikor tavaly ősszel le a forgatási periódus. Drámai képekkel kezdődik, azzal, hogy Kuleba éppen külföldön van, mint ukrán külügyminiszter, amikor hírét veszi annak, hogy a hazáját megtámadták, és innen indul az ő útja és az ő harca. <kül> az ő harca nem a fronton zajlik, és ez a film is valamit foglalkozik a fronton is, de alapvetően nem a frontra koncentrál, hanem arra a második, másik nagyon fontos front szakaszra, ami Ukrajna számára az információs háború front szakasza. Tehát meg kell nyerni a világot Ukrajna ügyének, mert ugye ezt tudjuk, akik foglalkozunk ezzel a köpolitikában is, hogy ha nem kapja meg a támogatásokat, akkor Ukrajna előbb-utóbb elbukik. Tehát szüksége van a nyugati világ támogatására, az elsősorban az Egyesült Államok, de az Európai Unió támogatására is. És a külügyminiszter egyik elsődleges feladata, de ezt csinálja egyébként Zelenszki is, aki szintén föltűnik a filmben néhány alkalommal, de hozzá nem kerül ennyire közel a rendező, mint Kulebához, és, és, járják a világot, és, győz, és igyekeznek meggyőzni a vezetőket, hogy Ukrajnát támogassák. Föltűnik a filmben jó néhány alkalommal Andriy Jermák, aki tudja a második legfontosabb szereplőnek tekintünk Ukrajnában, az elnöki kabinett főnöke, ő, 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 a minisztereknél is talán befolyásosabb ember, föltűnik a, a, a Verescsák miniszterelnök, a miniszterelnök helyettes asszony, aki, aki a front is jár és a front mögött tartja a lelket az emberekben. Tehát azt lehet látni, hogy milyen óriási szerepe van ezeknek az embereknek, akik nem fegyverrel a kézben harcolnak, de, de nagyon nagy szerepük van abban, hogy Ukrajna kész megállítani, sőt bizonyos mértékig vissza is fordította az orosz agressziót, hát persze nem tudta jelentős mértékben megváltoztatni a hasztéri helyzetet. Az egész nagyon drámaian kezdődik, mint mondtam, hogy Kuleba éppen külföldön van, és igyekszik haza mire hazaér, a családja már nincs az országban. A családját evakuálták először nyugat ukrajnába aztán külföldre, azt levárulják el, hogy hova. Tehát nincs velük, és mint mondja, hogy a gyerekei, a kutyái, vagy kutyája sincs, sincs már vele, és ott egyedül folytatja ezt a, ezt a küzdelmét. A stáb az elkíséri különböző belső tanácskozásokat. Hát természetesen a tanácskozások elején végén vesznek részt, tehát az igazán bizalmas részleteket nyilván, amik amik akár államtitkot, haditkot képeznének, azt, azt, nem mutatja be, de a hangulatát nagyon jól érzékelteti ennek a, ennek a háborúnak és a háború vezetői közötti hangulatnak. Mint mondom, a, a legfontosabb vezetők mind felfeltűnnek, és hát, pedig, pedig, folyamatosan. Vannak érdekes mellékszereplők is, ilyen egy Panomáriev nevű orosz ellenzéki aktivista, aki orosz aktivistaként is Ukrajnában menekül, Oroszországban 14 után menekülése kényszerül, és onnan orosz nyelven ad tárgyilagos tájékoztatást arról, hogy mi történik a háborúban. Mert ugye az orosz média az gyakorlatilag semmiről nem tájékoztat pontosan, mert egy propaganda tájékoztatás vagy Oroszországban. Ezt próbálja ellensúlyozni, hát persze csak korlátozott mértékben sikerül Bonomáriabnek, de egy nagyon szimpatikus ember, is, és, és az ő szereplése egy, egy egy ilyen közhelyjel szemben nagyon jól fölmutatható, ugye van az a közhely, hogy, hogy itt ez az oroszok és az ukránok háborúja, Bonomáriab is nincs egyedül, hát nagyon sokan Navalnyitok, ez a másokig, ellenzéki meg hát a több mint egymillió orosz menekültig, akik elmenekültek mondom Oroszországból, azt jelzik, hogy hogy van egy másik Oroszország. Tehát ez nem az oroszok és ukránok háborúja, ez Putyin és a hatalmi gépezetének az agressziója Ukrajnával szemben. Ezt nagyon jól ki lehet érezni abból, hogy Panomája beszél erről a háborúról orosz szemszögből, de tisztességes, emberséges orosz orosz szemszögből. Szóval kerül a Starlink szerepe is ebben a filmben, ugye Elon Musk, akinek egy nagyon furcsa szerepe van mostanra már az egész konfliktusban. Kezdetben egyértelműen az ukránok mellé áll, és ugye felajánlja, sőt a legelején még, még ingyenesen, aztán elég hamar ebből üzletet csinál, a Starlink szolgáltatást. Mi ez a Starlink? Ugye neki van egy, egy műhold hálózata, stacionár műholdakból, amik gyakorlatilag a műholdas internetet biztosítják a Föld számára. Elég drága dolog ez, viszont ez mindenütt elérhető. Tehát tudjuk, hogy a Földön nagyon sok még a fehér folt, ahol Afrikában, Antart, viszont bár a, a tengerek fölött, ahol nincs földi szolgáltatás, hogy gyakorlatilag a Starlink jelenti az egyetlen kapcsolódást az internethez, aminek hát a háborúban is óriási a jelentősége, mert hogy az oroszok a, a hagyományos internetet azt kilövi. És ez, ez, gyakorlatilag akkor életmentő fontosság volt. Hát később persze ebből üzletet csinált, először az amerikaiak fizették, most már az ukránoknak kell fizetni. És azóta elég furcsán is szokott nyilatkozni Elon Musk, őt a korai képeken mutatják, amikor bel is látogatott Kievbe, és amikor még egyértelműen az ukránok mellett állt. Később, hát tudjuk, hogy most már egy egy ilyen billegű álláspontja van, ő is a békét követeli azt, hogy az Ukrajnának le kell mondani a területekről, és Amerikának pedig abba kell hagynia a támogatást, vagy legalábbis kor, korlátozni kéne a támogatásokat. Na, így egy, egy első menetre ennyit mondanék a filmről, mindenkit arra biztatok, hogy nézze meg, nagyon megéri megnézni, mert nagyon izgalmasan mutatja be egy háborúnak a háttérmunkáját. Mi folyik a, a politika vezetők körében és ö, látjuk az első napokat, amikor, amikor érzékelhető az a feszültség, hogy nem tudják, hogy mennyi idő van még hátra, hátra van még bármi is. Ugye az első néhány nap az nagyon rosszul nézett ki ebben a háborúban, ukrán szempontból. Hát már a második naponuk Kiev határában folytak a harcok a hosszú repülőtéren, és hát voltak is olyan jóslatok, nem csak az oroszoknál. Tehát a nyugati szakértők között is, hogy hogy itt öt napon belül elesik Kijev, és két hét alatt egész Ukrajnának vége, és, és itt nincs mit csinálni. Na most hát látjuk, hogy hogyan emelkedett ki ebből a rendkívül kilátástalan tűnő helyzetből Ukrajna, és hát vissza is tudott foglalni területeket, hiszen valamikor 2022 áprilisáig az ország egyharmada állt megszállás alatt, most ez gyakorlatilag a felére csökkent 18 jelen pillanatban, de hát ez is sok, természetesen, az ukránok még mindig arról beszélek, hogy szeretnék felszabadítani a, az összes területet, ami most megszállás alatt van, hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Mennyire ismerjük meg Kulebának a személyét? ebből a filmből. Tehát mennyire van hangsúly arra téve, hogy ő honnan indult, hogy neki milyenek a személyes preferenciái, tehát azon kívül, hogy a családjáról van némi szó ebben a filmben. Én is láttam az előzetesét, ott is ez megjelenik, ez a vonulat. És mennyire foglalkozik a film akár ilyen dilemmákkal őszintén, erkölcsi dilemmákkal, amit egy politikus ilyenkor átél, hogy mi a jó döntés, hogy ki hova forduljon, tehát hogy esetleg milyen kompromisszumokat szumokba kénytelen belemenni egy nagyobb ügy érdekében. Igen, ezek nagyon releváns kérdések, amiket elmond. Hát nyilván egy film nem tud nagyon mélyre menni. Ez ugye egészében is nem egész másfél órás filmről van szó, és nem is csak tisztán róla szól, de azért nagyon sokat megmutat a személyiségből. Tehát megmutatja azt, hogy hogyan edződik a háború folyamán. Látjuk az átalakulást is, hogy az első képsorok, amiről beszéltünk, azok még azért egy egy kicsit tanácstalan, kicsit szorongó ember benyomását keltik, akinek ugye a családja elmet, ő sem tudja, hogy mi lesz vele, hogy akár ott Kievben is érheti a halál. Ez egyébként ugye Zelenszkire is igaz, tehát Zelenszki is pont úgy igaz, hogy igaz, ez a történet. És aztán szép lassan egyre határozottabb egyéniség lesz, egyre inkább érzi, hogy mi a feladata, mit kell mondania, egyre jobbak a szereplése is, ugye sok szereplését látjuk, hát nem egész szépen, hanem pár-pár mondatokat, de érezzük azt, hogy, hogy egyre inkább van egy nagyon világos és kialakult narratívája, vagy mondandója, és hogyan edzette meg a háború ezt az embert, de, de, az érzelmes pillanatok is előjönnek, tehát ugye mondtam, hogy a család és a kutyája, akit nagyon szeretett, azok, azok, azok azokat evakuálták, azok külföldön vannak, de egy, egy kobor egy valakitől talán, akinek gazdája meghalt, vagy, vagy elmenekült, ö, oda szegődik hozzá, és ő majd befogadja. És ezzel a kobor kutyával kialakul egy nagyon érdekes érzelmi kapcsolat. Ezt látjuk, hogy ez nem egy megjátszott dolog. Ezt a, ezt a koborkutya a lesz a társa, amíg nincs, nincs a, 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 család. Tehát ezt, ezt látjuk. Most a dilemmák. Hát igen, ez látszik, hogy, hogy nagyon nagyok a dilemmák. Ugye az, az alapdilemmá az az, hogy meddig érdemes ezt a háborút folytatni. Mert egyfelől morálisan és az emberek vágyaiban azért, hogy föl kell szabadítani minden elfoglalt területet és mindent, amit az oroszok A Másfelől viszont az van benne, hogy ezt egyelőre nem sikerült és nem is tudjuk, hogy bármikor is sikerülhet, viszont minden egyes nap emberéletek sokaságába kerül. Részben a fronton Részben meg a front mögött, hiszen Oroszország egy nagyon kíméletlen háborút folytat, tehát folyamatosan civil célpontokat is támad, városokat, településeket, kórházakat, lakóházakat. Tehát, hogy, hogy meddig érdemes ezt csinálni, és, és hogyan. Tehát ezek a dilemmák nagyon szépen megjelennek a, a, a filmben. Látjuk, hogy ezek a vezetők is eléggé hajszoltak, nehéz dolguk van, érzékelik azt, hogy ugye a film vége felé már látszik, hogy szembe kell nézni azzal, hogy a, a külföld figyelme is lankad, van egy fáradtság, egy Ukrajna fáradtság, ezt tudjuk, és ezzel is fel kell vegyék harcot, mert az evidens, hogy Ukrajna, ha nem kapja meg a megfelelő segítséget, akkor előbb-utóbb elbukik hogy Oroszország meddig venne el, azt nem tudjuk. De Putyin elnök nem olyan régen is azt hogy a célok nem változtak meg, Ukrajnát igenis denacifikálni kell, és demilitarizálni kell. Tehát de úgy tűnik, hogy ő arra vár, hogy majd jön lesz egy választás Amerikában, ahol hát a reményei szerint az az elnök jelölt fog nyerni, aki de leállítja a támogatásokat. Európában is látjuk, hogy ez az egység, ez nagyon töredezik ugye yeah, Ficó is rendszeresen nyilatkozik a támogatások leállításához, a hát Orbán Viktor maga is ezen a véleményen van. Tehát, tehát látható, hogy azért ezek olyan ö, feszültségek, amik, amik hát nyilvánvalóan nagyon szavarják őket. A január 24 és február 4 -e között megrendezett Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál egy filméről beszélgettem Szent Iványi Istvánnal külpolitikai szakértővel, a Harcban című film civil nagykövetével. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. És mindenkinek ajánlom a filmet megtekinteni. Itt az előzőekben már beszéltünk a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválról, amely tizedik alkalommal lesz megrendezve, és egy civil nagykövetet interjú voltam meg, most pedig dr. Kis Robert Richard újságíró a vendégem, a Metalurg civil nagykövete. Szia! Kellemes, szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Kérlek téged is, egy picit mesélj nekünk arról a filmről, aminek te a civil nagykövete vagy. Szent Iványi úr is segített nekünk eligazodni abban, hogy egyáltalán mit jelent a civil nagykövetség itt a Dokumentum Film Fesztivál esetében, és mesélt a filmről is, úgyhogy téged is erre kérnélek. Szerintem a most már tizedik életévét és tizedik évét nyugtatgató és eredményesen elkezdő Budapesti Nemzeti Dokumentum Film Fesztivál szervezői kiválóan tudnak választani, mert hogy nagyon jól választanak azt gondolom civil nagyköveteket a különböző témákhoz. Hát egyrészt ő, hogy rám gondoltak. Tavaly már volt szintén civil nagyköveti tisztem, akkor a Ferőr Szigeteki Bálna vadászatról készült dokumentum film, és ez is nagyon profilba vág, hiszen azért a turisztikai kommunikációt hozzám közel állónak gondolom, és hát ebben végzett tudományos munkát is, most pedig a hotel metalúr bemutatja lényegében a szellemhotelek világát, és a dolgoknak a világát, amelyek egy picit a, azt gondolom túlkutatnak azon, hogy, hogy hotel, hogy hotel szállod, de mégis csak kapcsolódok hozzá. Na, de nem rá, leszek ennyire rejtélyes, a Hotel Metalurg az egy 1993-ban lépő meglévő konfliktust visz tovább, egy olyan konfliktust, amikor a háziában a dúzoknak el kellett menekülniük, és beköltöztek egy szállodába, egy elhagyott szállodába, amit éppen akkor nem használtak, és aztán szépen elkezdték ott élni az életüket. És az egésznek a lényege az, hogy olyan miként alakul ki egy ilyen szellemotelben egy közösség, miként tudnak ebben a szellemotel közösségben ők dolgozni, mit csinálnak, mit tesznek, és hát hogyan élnek egyáltalán, hogyan alakulnak ki mikroközösségek. Aztán mi történt akkor, amikor mondjuk ennek a mikroközösségnek vége szakadt, mert egy nagy befektető megvásárolta a szállodát. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolog, hiszen az ellen volt világ önmagában érdekes. Ez a konfliktus egyszerre megrázó, és egyszerre olyan, hogy elgondolkodtatja az embert, és azt hiszem, hogy a minden napból, egy kicsit többre is tudunk következtetni, hogy megnézzük ezt a filmet. Hozzáteszem egyébként szellemotorek jó párján vannak a világban, úgyhogy azt hiszem, hogy önmagában is a téma érdekes, de hát hogyha a rúzognak, az elmenekült embereknek a mindennapjait, a családokat, a nőket, a gyermekeket, az ő sorsukat figyelemnek kísérjük, is, akkor is rengeteg impressziót érezhetünk ezt követően. Ugye ez az a konfliktus, ahol közel 250 ezer ember ment el az etnikai tisztogatás elől. Most akkor, ha jól értem, akkor ez a dokumentumfilm egy kicsit ráfókuszál egy közösségre, tehát sokkal nyilván kevesebb embernek a sorsát próbálja meg nyomon követni. Hogy érzed egyébként, hogy ez egy olyan téma, amivel keveset foglalkoztunk, kevés tudásunk van róla? Mi az, amit feltárhat, vagy adhat nekünk például egy ilyen dokumentumfilm erről a konfliktusról, helyzetről, eseményről? Egy dokumentumfilmnek nagyon nagy előnye, hogyha nem foglal állást, ha bemutatja a történéseket, és akkor majd kialakul az állásfoglalás abban, aki azt nézi. Itt ugyanez érvényes, és egyébként a tavalyi film esetében a Fenőerszigeteki Bálavadászatnál sem mondták azt, hogy jaj, hát milyen csúnya dolog ez, mert szegény delfinek, mert hát ugye angolul bálna, ugye de egyébként delfinekről van szó, akkor de, az de, de a delfinekről van szó. Hát ott is az volt, hogy hát hogy mit gondolnak erről az egészről azok, akik például delfineket lemészárolták, és azt mondták, hogy hát ez egy ősi hagyomány, és ember a gyerekből, és mit gondolnak azok, akik pedig nagyon sajnálják az állatokat, és értelműtlenek tartják ezt a dolgot. Tehát itt is azt gondolom, hogy az egésznek a lényege az, hogy bemutatja azoknak az út embereknek a mindennapjait, a véleményét, a gondolatait, és ezen keresztül ezt a fajta konfliktust, ezt a fajta drámát. És majd az ember mindig végig gondolja, hogy mi is történt ott, hogy történt ott, miért is történt, mit gondolnak ők róluk. Tehát minden egyes filmek szerintem ez nagy előnye, hogy ránk vissza a döntést, de azt gondolom, hogy azért van döntésük, ha megnézzük egy ilyen filmet, hiszen, hiszen megismerjük az ott élőknek a mindennapjait, a múltját, a jelenét, és talán egy picit a jövőjét is. Azt gondolom, hogy általában a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál filmjeire jellemző az, hogy mindig megfognak olyan témát, amelyek azért a magyar közvéleketésben nem feltétlenül vannak benne, nem csak hogy napi vagy heti szinten, hanem akár éves szinten is. Tehát sokan hallották, hogy van egy ilyen történt, egy ilyen dolog, sok mindenről hallottunk azért a tájékozottabb emberek, akik egyébként eljönnek a filmszembe filmje és megnézni, biztos, hogy már hallottak erről, de mélyebb ismeretekkel azért nem nagyon rendelkezünk, úgyhogy ez újdonság és újszerű élmény is annak, akik megnézik a filmet. Én csak javasolítom, hogy menjenek Neked milyen pluszt adott ez a film? Tehát ahhoz képest, amit előtte nyilván tudtál újságíróként is, gondolom a közélettel foglalkozva az emberre ragadnak információk, de mi pluszt nyújt például egy ilyen dokumentumfilm? Először is a megfogalmazás módja, a képbeállítások, nekem ezek is sokat mondanak, de a legfontosabbak az emberi sorsok. Azok az emberek, akik ott éltek és közösséget építettek ebben a szállodában. Azok a lányok, nők, családok, gyerekek, akik elmesélik a történeteket, akik a konfliktusaikat ott adott esetben megjelenítik. Tehát én mindig tanulok ezekből a mindennapi életeimben is, és egy picit a történelemben, politikában sok mindenben. Tehát azt gondolom, hogy én szeretek tanulni, én minden egyes filmet akár három-négy órán keresztül is képes vagyok megnézni, hogy olyan hosszú, áll. ettől nem kell megérni, ez nem olyan hosszú, de rengeteg tanulsággal szolgál, azt gondolom, mind a történelmet, mind az emberi sorsokat illatóan. Lehet-e tudni arról, hogy a rendezőknek, a készítőknek milyen, mi, mi a motivációjuk ezzel a filmmel? Tehát mik a mozgatórugói annak, hogy most készítették el ezt a filmet? Ugye beszéltünk róla, hogy egy 93-as esemény sorozatot dolgoznak fel. Én azt gondolom, hogy mindig, hogyha a rendező élet, tudját, ugye, ugye két rendező is van, megismerjük, ismerjük, akkor látjuk azt, hogy, hogy azért az aktuális áthallásokat megpróbálják érvényesíteni. Ez megint csak olyan dolog, hogy ezt utána a befogadóra viszák, hogy az ezen kapcsolatos álláspontjukat kialakítsák. Tehát ha megnézzük a filmet, akkor szerintem azért érezni fogjuk, hogy, hogy a napjainknak szóló üzenet az mit akar, és amikor egy témához nyúlunk, akár egy múlthoz nyúlunk, szinte mindig van egy a mai napra szóló üzenete, ez most sincs másképp, a Hotel Metalurg egy olyan alkotás, ami szerintem aktuális, még akkor is, hogyha maga az esemény sorozat, az 93-ban kezdődött, tehát jóval korábban. Ezeken a sorsokon keresztül egyébként könnyebben megérthetjük akár a Grúziának a hozzáállását bizonyos kérdésekhez, akár itt a térségben lévő gondolkodást, tehát közelebb kerülünk ehhez? Minden azt gondolom, hogy sok mindent tanulhatunk. Megérteni egy gondolkodást, ott kell élni 50 évig, és akkor sem mondhatom. Tehát én még a szomszéd bácsi gondolkodását sem értem tökéletesen, sőt, meg a feleségem gondolkodását sem. Tehát azt hiszem, hogy egy film azért ehhez kevés, de sok mindent át tud adni egyből. Ugye a nagy közönség az Budapesten itt megnézheti most a következő napokban ezeket a filmeket. Arról van -e esetleg valamilyen információ, hogy a nagy közönség számára, akik nem tudnak eljutni például ezekre a vetítésekre, mikor lesznek ezek nyilvánosak? Azt gondolom, hogy a vetítésekre érdemes elmenni. Tehát első körben meg kell nézni, hogy mikor van olyan időpont, amikor a kedvenc filmeket vetítik, érdemes a film napjait végigkísérni, és szerintem szerintem az elsőleges fontosságú. Utána egyébként uh, hogy lehet látni, de nem mindegyiket. Szerintem egységes dolgot azt nyilván a szervezőtől kell megkérdezni. Én azt tapasztaltam, hogy a legnagyobb élmény az, hogyha elmegyünk, és többiekkel együtt élvezzük egy moziban az ilyen nagyszerű alkotásokat, hiszen ott igazából érezhető a hanghatás, az élmény, az óriási vásznon, mindazok a jelenetsorok, amelyekről szól a film erről információt nyilván az interneten, ha hallgatok, meg fognak tudni találni, tehát ha megkeresik a nemzetközi film szemlével kapcsolatos oldalakat, akkor itt találják meg ezt a filmet is. Így van, pontosan. Úgyhogy érdemes mindenképpen elmenni, azt gondolom majd a mamutban, és a film szemben napján, a 19-én is lesz vetítés, majd azt követően azt hiszem, hogy 22-én is, este kora délután, szerintem oda érdemes elmenni, ott érdemes megnézni, és ott érdemes szerintem akár egy kellemes két órát is eltölteni, mert utána biztos, hogy még egy kicsit maradni, hogy elmerekünk a történteken. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejelentkeztél és meséltél nekünk erről a filmről. Dr. Kis Robert Rihárd újságíró volt a vendégünk Talór, a Metalurg civil nagykövete. Köszönöm szépen én is.